Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy szerelmi jóslás, egy szívnyitó, egy szívnyitás orákel. Ennél a jóslásnál arról van szó, hogy ő zárkózott, és hogy nyitott lesz a későbbieket illetően az érzelmeit kimutatni, érzelmekről beszélni. Hogy érdemes-e várni rá. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a szívnyitás jóslást, a díjam 4000 forint. Itt bal oldalon vannak a te kártyáid, ezzel szemben jobb oldalon az övé. Itt látható a képen, hogy nem érzed jól magadat. Itt vannak külső befolyások, sőt, lehet, hogy külső támadások, hogy mindenki akar tőled valamit, nem hagynak téged békén, és jelenleg nem tudod, hogy tudnád ezt megoldani. Vannak álmatlan éjszakáid, fáj a fejed. És hogyan tovább? Az a fontos, hogy megtaláld a belső egyensúlyt, a harmóniát. Itt van két korsó. Az egyik arany, a másik ezüst, vagy olyan kék színű. Az egyik jelenti a napot, mégpedig ez az arany színű korsó és a gondolatokat. A másik pedig jelenti a hold energiáját, a víz elemét, az érzelmeket. Itt a gondolatok és az érzelmek, ez fontos, hogy meglegyen köztük a belső egyensúly, hogy találd meg a nyugalmadat. Nem kell olyan sokat töprengeni ezen a helyzeten, hanem gondolj az érzelmeidre. Illetve hagyd, hogy az érzelmek hassanak ki rád. És itt a kelyhek jelentik az érzelmeket. Itt vannak szép emlékek a múltból. Erre kellene odafigyelni. Legyen meg a könnyűség, de ne a könnyelműség, egy ugrás előre. Legyen meg ez a vidámság, vagy legyenek ötletek, amit meg tudsz valósítani. És most megnézzük az ő kártyáit. Itt a kezébe veszi ezt a kardot, és döntéseket fog hozni. A kígyó ott körülötte jelentheti a félelmeket. Ő benne van ebben a transformációban, átteszi magát a félelmeken, ezzel a karddal szimbolikusan eltávolítja ezt a kígyót, és akkor lesznek pozitív érzelmek, mint például a bizalom. Amit a kép még jelent, hogy beszélni akar veled. És itt látható ennél a kártyánál a medve, ami jelenti az élet erőt, és ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt az ő környezetében, hiszen te adsz erőt számára, fontos vagy neki. Vannak érzelmek is, hiszen itt látható ez a kehely, és a kelyhek jelentik a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ő odafigyel a saját érzelmeire. Ez a kehely jelenti az ő belső forrását, az intuícióját is, odafigyel az érzelmeire, hallgat a belső hangjára, és ezek szerint fog cselekedni. Itt is a kelyhek vannak, tehát újra érzelmekről van szó, és
ez a kártya itt felül, jobb oldalon jelent egy új kezdetet. Amikor egy új periódus kezdődik az életetekben, és tervez veled valamit együtt. Ez lehet egy családalapítás, vagy egy közös otthon tervezése, egy közös jövő. Mi fűz össze benneteket? Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható középen, te irányítod a dolgokat, azon kívül te megjelensz az ő gondolataiban, érzelmeiben, te vagy a középpontban, mert te nagyon fontos vagy számára. Tehát érdemes rá várni, itt van egy jövő, ha átette magát a félelmeken, akkor nyitott lesz érzelmekről beszélni, kimutatja az érzelmeid. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék neki, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha megkeresnél a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!